A 37. zsoltár 27. és 28. verseit idézem, egy csodálatos nagy zsoltárt a mai napunkra. Kerüld a rosszat, jó cselekedjél, és akkor megmaradsz mindörökké. Mert az Úr szereti az ítéletet, el nem hagyja az ő kegyeseit megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiírtja. Hatalmas három kifejezés ez. Kerüld a rosszat. Nem ezzel bíztattak bennünket szüleink is, hogy ne tégy rosszat, vigyázz magadra, a jó úton járj. Kerüld a rosszat. A második, hogy jót cselekedjél, mert van a rossz kerülésénél még egy felső fokozat is, hogy ne csak kerüljük a rosszat, de mutassuk meg a jót is, cselekedjük a jót. És aztán a harmadik dolgot, amit már szüleink nem mondhattak el, főleg akkor nem, hogyha nem voltak a Bibliai hitben jártas emberek, nem voltak a Biblia szerint hívő emberek, hogy akkor maradunk meg mindörökké. Ha kerüljük a rosszat, ha jót cselekedünk, akkor meg fogunk maradni mindörökké. Akkor nem vész el ez a 70-80 év, amit élünk itt a földön. Örökre megmaradni. Nem erre vágyakozik az ember, és ennek ilyen egyszerű a feltétele, hogy kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és akkor megmaradsz mindörökké. Igen, de kerülni a rosszat és jót cselekedni, csak megváltozott értelemmel, megváltozott beszéddel, megváltozott cselekedettel lehet. Szükség nekünk ahhoz születni, hogy kerüljük igazán a rosszat, hogy ne csak mondjuk, de a valóságban is kerüljük a rosszat, hogy a valódi és nem a magunk szerinti jót cselekedjük, hát ahhoz megtérésre újjászületésre van szükség, de segít mindebben az Isten, hiszen ez az ő műve és akkor biztosak lehetünk, hogy megmaradunk mindörökké. És ezért folytatódik tovább ez a hármas ízületű kijelentés azzal, mert, mert az Úr szereti az ítéletet, el nem hagyja az ő kegyeseit. A kegyes vagy kegyesek mindig az istenfélőkre vonatkozik. Régi magyar szó ez a kegyes ki is ment már a forgalomból, nem mint hogyha az istenfélő az általánosabb lenne, de talán jobban érthető, hogy aki a rosszat gyűlölve követi az Istent, mert ez az Isten félelem. Az Isten félelem egyszerre szeretet és egyszerre gyűlölet a bibliai meghatározások szerint. Szeretni úgy Istent, hogy nem engedek magamban táptalajt a rossznak, gyűlölöm, iszonyodom a rossztól, ez az Isten félelem. Ezért szereti az Úr az ítéletet, mert ő ki tudja írtani a rossz magvát is belőlünk, és lehetünk az önző világban önzetlen emberek, lehetünk ez érdekvilágban is igazán önzetlen, szeretetre méltó és szeretetet adó, vagyis szeretet teljes emberek. Isten ezt végre tudja hajtani, hogy mi kerülni tudjuk a rosszat, jót tudjunk cselekedni, mindennapos harcunk ez, de megmaradunk örökké, lelkesítsen ez a tudat, hogyha egy-egy kis győzelmet is ma már maga, magadénak tudhatsz Isten segítségével, mert az Úr szereti az ítéletet. Az Isten igazságosan fog ítélni, igazságban ítél így a gyöngéket, nem szemeinek látása szerint ítél, nem füleinek hallása szerint bírásodik. Idéztük már Ézsajás könyve 11. fejezetéből a minap. Isten azonban a gonoszsággal nem tud mit kezdeni, a kegyelmet el nem fogadókkal, a kegyelemre fittyre, fittyet hányokkal nem tud mit kezdeni, a magvaikat is kiirtja az utódaikat is ki kell, hogy írtsa, mert nem lesz kétszer veszedelem, mert az örök életben nem indulhat újra a bűntörténelme. Itt a bűn világában kell megszűnni a bűnnek. Először a mi szívünkben szenteltessék meg a te jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is szinte a mi atyánk első három kérése ezt ö, ismétli, vagy más szavakkal ezt mondja el, akkor mindörökre megmaradunk. Mert az Isten az ilyen ítéletet különösen kedveli, a felmentő ítéletet. Miért te nem szereted, hogyha a gyermeked vagy unokád megbán valamit rámosolyogni? És elmondani azt, hogy te, téged nem is ilyennek képzeltek, te az vagy, amivé szeretnél lenni, és a te vallomásod ezt fejezte ki. Bár csak egész életünk és benne, mint egy óceánban a csepp a mai napunk, nekünk is azt fejezné ki, hogy ragaszkodunk a jóhoz, és gyűlöljük a rosszat.